2008. szeptember 13-a, szombat, Nyíregyházi Kisvasút, Hermina tanya. Ezen a szombaton tartották a Nyíregyházi Kisvasút szokásos évi kisvasúti napját. Sajnos már elég szerény körülmények között. Külön vonatra se gép nem volt, sem pedig kocsi. Ugye azt tudni kell, hogy Hermina tanyánál ágazik el a kisvasút Dombrád, illetve Balsa felé. Itt a szokásos tolatgatásokat látjuk, amikor a szerelvényeket és a mozdonyokat addig sakkozzák, míg össze nem áll a Nyíregyháza felé menő egyesített szerelvény. Két kocsi jött Balsa felől, két kocsi jött Dombrád felől. A 2023-as mozdony összerendezi az egyesített szerelvényt, a 2024-es pedig rázár az elejére, és így együtt fognak majd galoppozni Nyíregyháza irányába. Beérkezett Nyíregyháza felől a másik menetrend szerinti vonat, ezt majd itt oszlatják, és szintén két kocsi Balsa, két kocsi Dombrád irányába. Ez volt a balsai szerelvény, mi a Dombrád felé menő szerelvényen ülünk, ez pedig már Dombrád. A Nyíregyházi Kisvasút a Kecskemétivel együtt a vonalbezárások második hullámában 2009. december 12-én vérzett el, azaz aznap közlekedett utoljára. Dombrádon és Balsán is volt delta, azaz a mozdonyokat meg lehetett fordítani. Itt meg is fordították, valószínűsíthetőleg azért, hogy a hűtős orrával legyen előre, azaz ne melegedjen túl a hűtővize. Persze lehetett más oka is a fordításnak, de egy biztos, nem a kamera kedvéért csinálták,
bár nagyon jól jött, mert a Dobrádi Deltában sosem filmeztem előtte még mozdonyt. Nagy halászállomásról járunk ki, Hermina tanya Nyíregyháza irányában. Háttérben egy pillanatra látszik a 2026-os kiállított zöld MK48-as, de tényleg csak egy pillanatra, mert a fák eltakarták. Ismét Hermina tanya, ismét tolatás, ismét szerelvényrendezés. Ez a nyíregyházi kisvasúton a mindennapok része volt. Hermina tanyán akkora élet volt egy normális napon, hogy a forgalmista azért olyan sokat nem unatkozott, hiába kisvasútról beszélünk. Érkezik is balsa felől a másik szerelvény, hogy aztán majd a milyenkel egyesítve, immár két mozdonnyal tovább közlekedjen Nyíregyháza irányában. Sors iróniája, hogy bár kisvasúti napot jöttünk le filmezni, egy teljesen normál üzemnapot kaptunk Lencse végre, hiszen külön vonat nem jutott. Mivel előre nem volt információnk arról, hogy külön vonat nem lesz, mire leértünk Nyíregyházára, a menetrend szerinti vonat pedig elment, ezért kocsival Hermina tanyán parkoltunk le, azaz ezen a napon csak ezt a szakaszt filmeztük. Mivel Nyíregyháza felől, mint látjuk, a vonat csak egy géppel jött, ezért az egyik mozdony itt maradt Hermina tanyán, hogy a balsai ágra is legyen gép. Miután Nyíregyháza felé elment a vonat, a Nyíregyháza felől érkezőt kitolták,
itt szétakasztották, az egyik része előre megy, és az megy majd Balsára, ami itt marad, arra rájár a másik mozdony, és az fog Dombrádra menni. Az induló vonat élén a 2012-es MK48-assal Dombrádra ment. Ez pedig a balsai vonat. Nem tudom ki, hogy van veled, de az az átmatricázott pályaszám a 2023-as MK-n nekem eléggé átszámozás szagú. Aztán lehet, hogy tévedek. Egy biztos, ez az utolsó filmem a nyíregyházi kisvasútról. A 2009-es évben már nem jutottam ide le. A bezárások miatt rengeteg más helyre kellett mennem.